Pásztor István a VMS elnöke nyílt levélben kéri Boris Tadicot, Szerbia köztársasági elnökét, hogy ne írja alá a vagyon visszaszármaztatásról és a kárpótlásról szóló törvényt. Németh Zsolt magyar külügyi államtitkár szerint nem viszi közelebb Szerbiát az Európai Unióhoz a szerb parlament által hétfőn elfogadott kárpótlási törvény. Csak a nem hajózható csatornahálózat került vajdasági hatáskörbe a köztulajdonról szóló törvény elfogadása után. Napkollektorokat szerelnek fel hamarosan a Magyar Kanizsai Gerontológiai Központban. A beruházás értéke 1,5 millió dinár. Köszöntöm nézőinket! Németh Zsolt magyar külügyi államtitkár szerint nem viszi közelebb Szerbiát az Európai Unióhoz a szerb parlament által hétfőn elfogadott kárpótlási törvény, hanem éppen, hogy eltávolítja tőle, közölte, bekérette Szerbia budapesti nagykövetét és tájékoztatta a magyar kormány álláspontjáról, továbbá arról, hogy az EU tagjelölti státusának egyértelmű feltételei vannak. Ezeknek a most elfogadott szerb törvény nem felel meg, mint mondta a magyar kormány, kész a párbeszédre Belgráddal, és mindenben támogatja a Vajdasági Magyar Szövetséget, amely ellenezte a jogszabály elfogadását, és a Vajdasági Magyar Közösséget is. Pásztor István a VMS elnöke nyílt levélben kéri Boris Tadicot, Szerbia köztársasági elnökét, hogy ne írja alá a vagyon visszaszármaztatásról és a kárpótlásról szóló törvényt, illetve utalja azt vissza a képviselőháznak újra tárgyalásra. Mint ismeretes, az elfogadott jogi dokumentum szerint a vagyon visszaszármaztatási folyamatból kizárják azokat, akik sorkatonai szolgálatukat a II. Világháborúban a megszálló erők tagjaként rótták le. Nem tudom elképzelni, hogy Szerbiában, amelyik az unió irányába mozog a 21. század elején, egy ilyen törvényes rendelkezés tud a jogrend része lenni. Ez összeegyeztetetlen mind a mi igazságérzetünkkel, mint pedig annak az európai államközösségnek az értékrendjével, amelyhez Szerbia közeledni kíván. A pártelnök szerint az elfogadott törvény durván megsérti a tisztességes tárgyaláshoz való jogot, valamint azt a jogot, hogy mindenkit ártatlannak tekintsenek, míg büntetőjogi eljárás során be nem bizonyosodik bűnössége. A törvény nem veszi figyelembe az egyéni felelősség elvét sem. A köztársasági elnök hatáskörében áll, hogy ne írja alá a jogszabályt. Alkotmány szerint 15 nap van arra előrelátva, hogy a köztársasági elnök kihirdesse vagy visszautalja a parlamentnek az elfogadott törvényt, nem ezt, hanem általában akármelyiket. Én továbbra is abban reménykedem, hogy ez be fog következni, hogy a köztársasági elnök nem hirdeti ki a törvényt, és hogy visszautalja a parlament elé újra gondolásra. A pártelnök szerint a most elfogadott törvény értelmetlenné teszi a szerb és a magyar nép történelmi megbékélésére irányuló eddigi közös erőfeszítéseket. A jogszabály a II. Világháborúval kapcsolatban törvényerőre emeli a kollektív bűnösség elvét, véli Pásztor István. Csak a nem hajózható csatornahálózat került vajdasági hatáskörbe a köztulajdonról szóló törvény elfogadása után, nyilatkozta Pannon RTV-nek Pásztor Bálint. A VMS köztársasági parlamenti képviselője hozzátette, ezzel csak a nádasok kerültek a tartományhoz. A vasúti törvényről ezúttal sem szavaztak, mert a magyar párt nem biztosította a voksoláshoz szükséges létszámot. Ami a vasútat illeti, erre vonatkozóan azért még van némi remény, hiszen tegnap este a vasúti törvényt nem tudta elfogadni a parlament, mi nem biztosítottuk a határozat képességet, és lévén, hogy ebben az esetben ezt a liberális demokrata párt sem tette meg helyettünk, nem került elfogadásra a vasúti törvény. Meglátjuk, hogy a következő hetekben mi fog ezzel kapcsolatban történni. Az egészen biztos, hogy mi azt szeretnénk a jövőben is, hogy a vasúti infrastruktúra nagyobb része Vajdaság területén a tartomány tulajdonát képezze. A magyar nyelv napjává nyilvánította november 13-át a Magyarországgyűlés. Az idei évtől ezt a napot az intézményekben és a különböző szervezetekben méltóképpen kell megünnepelni, hangzott el az országgyűlésen. A rendezvényen emellett felkérték a kormányt arra, hogy a tudományos élet szereplői, az egyházak és a civil szervezetek bevonásával vizsgálja meg a magyar nyelv használatának helyzetét. Ennek alapján készítsen elő intézkedési tervet a magyar nyelv érdekeinek védelme, korszerű továbbfejlesztése és népszerűsítése céljából, és erről 2012. június 30-áig tájékoztassa az országgyűlést, írja az MTI. Azok, akik nem hajlandóak tájékoztatást adni a népszámláló biztosoknak, vagy téves adatokat szolgálnak,
20-tól 50 ezer dinárig terjedő büntetést fizetnek. Nem kötelező azonban, hogy a személyigazolványban szereplő lakcím megegyezzen a tényleges lakhely címével. A kérdőívre azt kell beírni, ahol pillanatnyilag élünk a családtagjainkkal. Nem kell a pontos havi jövedelmet sem bevallani, elég csak felsorolni a megélhetési forrásokat. A népszámláló biztos egyébként az adatok felvétele előtt köteles igazolni a kilétét. A szociális együttérzésre hívták fel a figyelmet a Magyar Remény Mozgalom képviselői a ma megtartott sajtótájékoztatójukon. Az egzisztenciális problémák megoldásáról szóló javaslat remélhetőleg hamarosan a szerb parlament elé kerül. Az MRM azt szeretné, hogy minden önkormányzatban legyen egy olyan szolgálat, amely közvetít a munkáltató és a munkások között, jogi képviseletet nyújt, ezáltal is segítve a magáncégeknél dolgozó embereket. A mozgalom vezetői támogatnák azokat a privát cégtulajdonosokat, akik megbecsülik az ott dolgozókat. A Padon RTV igazgatójának leváltása kapcsán hívott össze sajtótájékoztatót a Demokrata Párt Szabadkai Városi Bizottsága. Szántó Róbert, a Demokrata Párt szabadkai tartományi képviselője elmondta, a párt úgy véli, szakmailag nem volt indokolt a Magyar Szó főszerkesztőjének és a Pannon RTV igazgatójának a leváltása. Borsos Csilla, a Magyar Nemzeti Tanács alelnöke, és Hadzsi János, az MNT tájékoztatási bizottságának tagja a sajtótájékoztató témája kapcsán elmondták, hogy a helyzetet csak úgy lehetne orvosolni, hogy a szerbiai média stratégiát az eredeti formájában úgy, ahogy le van írva, végrehajtanák. Topolyán átadták a város második ökokútját. A Balkán tagozati otthonnál felépült kút óránként 1250 liter tiszta ivóvizet biztosít. Az 5 évvel ezelőtt elkészült első ökokút 3, míg az új kút már 5 csapból biztosítja a tiszta vizet. Ez a másodikként kiépült ökokút, ez nagyobb kapacitással bír, ugyanis itt már maga a tisztító berendezés is nagyobb, de viszont lent 3 csapteleppel láttuk el a berendezést, itt ezt már 5 csapteleppel. Topolyán vajottunk azon, hogy hova is helyezzük el magát a kutat, volt több lokáció meghatározva, és úgy találtuk, hogy ez lesz a legjobb lokáció. Ahogy lássuk is, mögöttünk állandóan jönnek ide polgárok, ami azt jelenti, hogy könnyen elérhető úgy gépjárművel, mint biciklivel. Mit gondol erről az ökokútról? Hát nagyon jó, és már régen vártuk ezt a részt, mert Topolyának ez a része, elég sokan lakunk itten, és hogyha lekörött oda járni, mikor rossz idők vannak, akkor azért elég hossz. Te ide jöttél vízért, miért? Mert tisztább és egészségesebb. A beruházás értéke csak nem 2 millió dinár. Ebből 850 ezeret a helyi járulékból különített el az önkormányzat. A tisztító berendezés árát pedig a svéd kormány biztosította. Utak aszfaltozásáról kötött szerződést a Magyar-Kanizsai önkormányzat, valamint a horgosi, kispiaci és magyar-kanizsai helyi közösségek a szabadkai Vojput RT-vel. A szerződés értelmében hamarosan megkezdik a helyi közösségek terveiben szereplő utak aszfaltozását Martonoson, Horomhegyesen, Horgoson, Kispiacon, Oromon, Velebiten, Adorjánon, Tótfaluban és Magyar-Kanizsán. A beruházások értéke mintegy 87 millió dinár. Az önkormányzat 47 milliót kedvezményes bankhitelből, 40 milliót pedig önerőből teremt elő. A munkálatok október 1-én kezdődnek és várhatóan jövő év tavaszán fejeződnek be. Jubiláris méznapokat tartanak a hétvégén Szabadkán. A háromnapos rendezvényen 35 méhész mutatkozik be, 15. alkalommal. A méznapok szórakoztató részében a hagyományos felvonuláson bemutatkoznak a külföldi és a vajdasági mézlovagok és mézkirálynők. A szakmai napon pedig az ágazat időszerű kérdéseiről lesz szó. Kerekasztal megbeszélés lesz a méztermékekről, mézről és a méztermékekről, amit egy belgrádi tanárnő fog tartani. Tehát minden érdeklődő, aki valamit szeretne kérdezni, és bővebben is tudni, többet is tudni erről ezekről a termékekről, nyugodtan szombaton megkérdezheti az előadót. A regionális fejlesztési lehetőségeket ugyancsak feltérképezik a szakemberek, a termelők és a szakegyesületek a méznapok keretében. Első alkalommal rendezzünk egy ilyen regionális méhész találkozót, ahol Romániából, Magyarországon,
Magyarországról, Horvátországból, Boszniából és mi vajdaságiak vajdaságból, tehát ilyen regionális méhész egyesületek találkozóját, azzal, hogy fölmérjük, hogy hányan vagyunk, mivel rendelkezünk, és hogy hogy tudnánk közösen fellépni. Annak ellenére, hogy világszerte csökken a méztermékek iránti érdeklődés, a vajdasági méhészek termékei változatlanul vonzák az érdeklődőket, hangzott el a tájékoztatón. A gazdag kínálatból pedig mindenki vásárolhat a méznapokon, a Kék Szökők út melletti parkban. Közös születésnapot tartottak ma a Magyar Kanizsai Gerontológiai Központban. A Gyöngyszemeink iskoláskor előtti intézmény óvodásai azokat a bentlakókat köszöntötték, akik az elmúlt 3 hónapban ünnepelték születésnapjukat. Játékos verses összeállításukkal a kicsinyek 17 ünneplő időszemét köszöntöttek fel, és szereztek kellemes perceket az összes bennlakónak. Az egyik ünnepelt 3 éve az otthon lakója. Mint a saját családunknak a saját hozzátartozójaink lennének. Nagyon szeretjük, én legalábbis szeretem a gyerekeket. A szépen rendezett virágokkal díszített otthonban a 87. születésnapját ünneplő Fodor Ilonka néni a virágfelelős. Nagyon jól éreztem magamat, nagyon örülök neki, hogy mindig megemlékeznek rólunk. Nagyon hálásak vagyunk mindnyájan érte. Nagyon szép volt, aranyosak voltak. Jaj, hát ezek a gyerekek mindig aranyosak. Mikor kicsi akkor is, mikor nagy akkor is. Egy szülőnek meg főleg. Meg így hát tényleg ezek a gyerekek olyan szép. Éppen meg voltak tanítva, gyönyörűk voltak, nagyon örültünk nekik mindnyájan. A központban hamarosan megkezdődik a napkollektorok felszerelése. A 1,5 millió dináros támogatást a tartományi egészségügyi, szociálpolitikai és népesedéspolitikai titkárságtól nyerték. A beruházás tartósan megoldja és olcsóbbá teszi az intézmény fűtését. Fennállásának 15. évfordulóját ünnepelte a Német Népi Szövetség a hétvégén Szabadkán. 10 országból 40 német képviselő vett részt a 3 napos ünnepi konferencián. A kongresszuson a Közép-Európában élő németek jelenlegi helyzetéről beszéltek, majd a Német Népi Szövetség további terveit vitatták meg. A kongressz végén kiadott rezolúcióban az áll, hogy a Német Népi Szövetség harcát az itteni németségért, a 10 országból itt a jelenlévő szervezetek képviselői a saját harcának számítják. A rendezvény résztvevői az 1945-46-ban kivégzett vajdasági németek zombor melletti emlékművét koszorúzták meg. A mi koszorunk mellett most az osztrák parlament alelnökének a koszorúját is a főtitkára letette, az osztrák parlamenti képviselők is közösen velünk koszorúztak. Még egy súlyt kapott ez az egész, amit mink eddig csináltunk. A konferencián a vagyon visszaszármaztatási törvényről ugyancsak szó esett. A résztvevők elmondták, Szerbiában 386 ezer hektár termőföld a valós tulajdonosokat, a németeket illeti meg. Irodalmi estekkel, könyvbemutatókkal, kiállításokkal és gyermekprogramokkal ünnepli a Szabadkai Városi Könyvtár október 13-át, az intézmény ünnepét. 1890-ben ezen a napon kezdte meg működését a könyvtár. A Városi Könyvtár munkatársai arra kérik a polgárokat, ha van olyan dokumentum a birtokukban, amellyel a helytörténeti részleget gazdagíthatnák, ajándékozzák a könyvtárnak. Régi térképeket, plakátokat és programfüzeteket vár az intézmény. Amennyiben csak kölcsön adják, akkor mi azt digitalizáljuk, és természetesen a későbbiek során a kutatók és az érdeklődők számára biztosítani tudjuk. Október a könyv hónapja alkalmából a gyerekekre is gondoltak a szervezők. Szabadtéri foglalkozásokkal és író-olvasó találkozókkal várják őket. Az Etna kiadásában jelent meg Csík Mónika Mákvihar című gyermekverseket tartalmazó kötete, ezt szeretnénk bemutatni október folyamán, és nem csak itt Szabadkán, hanem a Csantavéri könyvtárban, és majd meglátjuk, hogy még néhány fiók könyvtárban meg tudjuk-e szervezni ezt a találkozót. Ugyanakkor szeretnénk Berg Juditot elhívni Magyarországról. A Városi Könyvtár kiállító termében most régi, német nyelvű kiadványokat tekinthetnek meg az érdeklődők. A tárlat október 10-éig látogatható.
Híradónk végén rendőrségi közlemények. A szabadkai rendőrség őrizetbe vette PZ 23 éves szabadkai lakost, valamint BB 28 éves verbászi lakost hitelkártya hamisítás és fizetőeszközökkel való visszaélés alapos gyanújával. Törvénytelen módon megközelítőleg 1,5 millió dinárhoz jutottak, a gyanúsítottak ellen büntetőjogi eljárás indult. Ma hajnalban halálos közúti baleset történt Csantavéren. H.I. helybeli lakos autójával belefutott az előtte haladó traktor utánfutójába, és a helyszínen életét vesztette, áll a szabadkai belügyi titkárság jelentésében. Híradunk végén még egyszer legfontosabb híreink egy-egy mondatban. Pásztor István a VMS elnöke nyílt levélben kéri Boris Tadicot, Szerbia köztársasági elnökét, hogy ne írja alá a vagyon visszaszármaztatásról és a kárpótlásról szóló törvényt. Németh Zsolt magyar külügyi államtitkár szerint nem viszi közelebb Szerbiát az Európai Unióhoz a szerb parlament által hétfőn elfogadott kárpótlási törvény. Csak a nem hajózható csatornahálózat került vajdasági hatáskörbe a köztulajdonról szóló törvény elfogadása után. Napkollektorokat szerelnek fel hamarosan a Magyar Kanizsai Gerontológiai Központban. A beruházás értéke 1,5 millió dinár. Holnap a közügyekben szó lesz az október 1-én kezdődő népszámlálásról. További témák? Az MNT lett a társalapítója a Magyar Kanizsai Knessának és József Attila könyvtárnak. Megkezdődött a szülőföldön magyarul oktatási nevelési támogatás kiosztása. A délelőtti közelképben a Ludasi Lovas találkozóról számolunk be bővebben, délután pedig a horgosi születi napokat mutatjuk be. Köszönöm a figyelmet, további kellemes estét!